Alkotmányjogi utazás Amerikában című interjú kötet bemutatására gyűltek össze az érdeklődők a Matthias Corvinus Kollégium szekszárdi kirendeltségének előadó termében. Sándor Lénárd, az MCC nemzetközi jogi műhelyének vezetője, aki egyben a könyv szerzője is, a kötet születésének ötletéről, körülményeiről, valamint Amerika jelenkori alkotmányos dilemmáiról is beszélt az előadás alatt. Az ötlet ez egy nagyon érdekes élményből fakadt. Én az Egyesült Államokban tanultam egy jó 10 évvel ezelőtt, nem jogász szakon, hanem egy közgazdász kiegészítőt végeztem egy kis jezsuita egyetemen, és az egyik nyári egyetem során részese voltam egy diákok által szervezett, ráadásul közgazdász diákok által szervezett nyáresti beszélgetésnek, ahol azt tapasztaltam, körülbelül ilyen június vége, július elejé beszélgetés volt, azt tapasztaltam, hogy nem jogász diákok élénken vitatkoznak arról, hogy a legfelsőbb bíróság elmúlt héten hozott, vagy az elmúlt időszakban hozott döntése, az vajon helytálló-e vagy sem, hanem miért, és melyik bíró különvéleményével, párhuzamos indokolásával értenek egyet. És ez az a közpolitika alkotmányosság iránti elköteleződés, ez a talán kulturális attitűd, amit szerettem volna bemutatni és elhozni Európába is, már csak azért is, mert Európában is igen időszerűek ezek a kérdések, ha csak rátekintünk az európai egységesülés, az európai integrációról szóló vitákra, aminek az elmúlt 1-2 évben az európai jövőjéről szóló konferencia adott egyébként keretet. Lényeges kérdéseket tárgyal az írás, mint egy 25 interjún keresztül. És az interjúkötet számos interjú, számos szakértő szól azokról a tapasztalatokról, tanulságokról, amiket az európai egységesülésnek is meg kell fontolni. Például azt, hogy milyen mértékben járható vagy helyes út-e egy központosítás, a bürokrácia milyen veszélyekkel jár, vagy az, hogy egy olyan jogállamisági feltételességi mechanizmus, amit az elmúlt időszakban bevezettek, az milyen túlhatalmat adhat egy központi bíróságnak, legyen az mondjuk Washingtonban vagy Luxemburgban. Ezek olyan tapasztalatok, amiket érdemes megfontolnunk. A nyugati parttól a keleti partig Amerika legnevesebb jogász professzorai, alkotmányjogász szakértői kalauzolják az olvasót az utazáson. Voltak olyan interjúk, amit személyesen tudtam elkészíteni, voltak olyanok, amiket internet segítségével, talán a többség van ilyen, többség volt interneten keresztül, volt, amikor egy nagy vihar, vagy valamilyen kapcsolat, internetes kapcsolat, vagy erő, vagy térerő a hiánya miatt telefonra kellett váltani, szóval voltak kihívások, de azt gondolom, hogy a túlnyomó többség szívesen és örömmel adott interjút. Ez megint csak egy lenyomata annak, hogy az Egyesült Államokban milyen gondolkodási vitakultúra él, hogy az alkotmány jog, a közjog, azok, akik a közpolitika jogával foglalkoznak, nem egy zárt szobában vagy tudományos könyvek mellett teszik ezt kizárólag, hanem erről a tudásokról, a felfogásokról be tudnak érthető, egyszerű nyelven is számolni, és ezzel gazdagítani a tudományos, kulturális párbeszédet. Sándor Lénárd elmondása szerint hiánypótló volt a könyv, hiszen az írás első kézből mutatja be azokat a dilemmákat, amikkel az Egyesült Államok szembesül. A kötet a könnyes stílusa miatt nem csak a szakmai közönségnek szól, jogászoknak, alkotmányjogászoknak, hanem azoknak is, akik érdeklődnek a téma iránt.